Azért vagyunk a világon, hogy az velünk szebb legyen minélkülünk. Hangzott el szombaton a református temetőben, amikor a 31. kecskeméti népzenei találkozó keretében megkoszorúzták Kálmán Lajos zenepedagógus népzenekutató sírját, születésének 100. évfordulója alkalmából. Kálmán Lajos a kecskeméti református temetőben nyugszik, a barátja Buda Ferenc költő által faragott kopjafatövében. Így gyűltek össze tisztelői szombaton, hogy megemlékezzenek róla, sírjára koszorúkat helyezzenek el. Szabó Sándor tárogató művész tolmácsolásában megszólalt Lajos bácsi kedvenc dala, az utca-utca, de bánatos utca. Majd Birinyi József népzenész, népzenekutató személyes hangvételű megemlékezése következett. Kiemelte Kálmán Lajos életműve tovább él, és felelősek vagyunk azért, hogy az életműve, a szakmai munkássága is méltó helyre kerüljön. Ezt követően Kecskemét város nevében Engert Jakabni alpolgármester, a népzenei találkozó szervezők nevében pedig Tókosné Börönte Erika híres agóra programszervezője helyezett el koszorút a népzenegyűjtő zenepedagógus fejfájánál.